Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, bár sorsak itt régen tép, hozz rávig esztendőt, mert bűnhütte már a nép a múltat s jövendőt. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! A himnusz hangjait Nyers Bakó Ramóna, a Talentum Tehetséggondozó Művelődési Egyesület tagja tolmácsolásában hallhattuk. Köszönjük szépen! A mai nap apropója egy újabb egyedülálló program, egy tréningprogram, amit a Prosperitáti Alapítvány indított útjára Magyarország kormányának és a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával, szakmai partnerségben az Entai Prosciencia Naturae Alapítvánnyal. Az egy életen át épített családi vállalkozás megfelelő utódjának választása, betanítása, ellenőrzése nem csak a vajdaságban, de világszerte komoly fejtörést okoz a cég tulajdonosoknak. Felismerve a probléma fontosságát hívta életre a vajdasági vállalkozások számára ingyenes képzési programját a Prosperitáti Alapítvány, hogy segítse a családi vállalkozások generációváltási folyamatait. A 6 hetes programban elődök és utódok, tehát egy vállalkozáson belül 2 generáció képviselője vett részt, hiszen a cél az volt, hogy a felek közötti kommunikáció és az együttműködési folyamatok megerősödjenek. Mindezt esettanulmányok és interaktív feladatok segítették. A programban résztvevő vállalkozók szinte kivétel nélkül a Vajdasági Magyar Szövetség által megálmodott és Magyarország kormánya a Külgazdasági és Külügyminisztérium által támogatott Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program kedvezményezettjei. A 6 héten át zajló szakmai munka végén a mai rendezvénnyel zárjuk a tréningprogramot, amelynek során az is kiderül, hogy kik voltak a legaktívabb családok, vagy éppen a legelkötelezettebb generációváltók. Mindenek előtt azonban szeretném köszönteni kiemelt vendégeinket, Pirityiné Szabó Juditot, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezető asszonyát. Hajnal Virágot, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezető asszonyát. Pásztor István urat, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Csallóközi Esztert, Magyarország szabadkai főkonzulját. Köszöntöm továbbá az est házigazdáit, a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságát, annak elnökét, Nagy Imrét, Juhász Bálint ügyvezető urat, valamint munkatársaikat. Köszöntöm továbbá a program résztvevőit, a média képviselőit és mindazokat, akik az interneten élőben követik a mai műsort. Elsőként szeretném felkérni Pirityiné Szabó Juditot, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezető asszonyát, hogy szóljon az egybegyűltekhez. Tisztelt elnök úr, főkonzul asszony, kedves vállalkozók! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és Potápi Árpád János államtitkár úr nevében is, aki sajnos a mai napon nem tud velünk lenni, holott ő is kifejezetten fontosnak tartja az identitás erősítésnek a klasszikus területei mellett elsődlegesen a helyben történő boldogulás, a szülőföld élhetőbbé tételét segítő programok támogatását. A mai nap során Törökkanizsán és Martonoson jártunk,
ahol megtekinthettük azokat a fejlesztéseket, amelyek az oktatás, a kultúra és a hitélet terén segítik a vajdasági magyar közösség boldogulását. 2015-től azonban kibővült az identitás erősítés segítésének területe a vállalkozásokkal, és itt köszönetet szeretnék mondani a vajdasági magyar közösségnek, hogy először tudtak egy olyan programot megalkotni, amely Kárpát-medence szintjén először tudta megszólítani a közösséget is, és tudta hozzárendelni a magyar kormányzat is azt a hatalmas nagy támogatást, amelynek köszönhetően több ezer vajdasági vállalkozó számára sikerült segítséget nyújtani. Akik már részesülhettek ezekből a támogatásokból, gondolom mindennapokban is megtapasztalhatták, hogy ez nem csak a saját vállalkozásoknak nyújtott segítséget, hanem az egész közösséget összefogta. A vállalkozói közösséget is, és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása elsősorban ott kapcsolódik ehhez a nagy horderejű támogatáshoz, hogy a humán oldalát támogatjuk ezeknek a vállalkozásoknak. Tehát elsősorban olyan mentorprogramokkal és képzést segítő tréningekkel tudunk hozzájárulni a vállalkozói lét segítéséhez, amelyek azt gondolom, hogy a mindennapokban sok segítséget nyújtanak. Akik ismernek, tudják, hogy jó magam is egy családi vállalkozás résztulajdonosa vagyok, úgyhogy meg tudtam tapasztalni én is, hogy milyen jó az, amikor a nehéz pillanatokban már a következő generáció is ott áll a családban. Természetesen azt is megtapasztalom, hogy milyen parázsviták zajlanak a családi vállalkozás jövőjével kapcsolatban, de jó azt is megtapasztalni, amikor ezek az inspiráló beszélgetések után egy-egy új gondolat kivitelezésre kerül, megszületik egy új üzletág, vagy esetleg egy új partner kerül a látókörbe, és tovább erősödik a vállalkozás. De én úgy érzem, és saját magam azt tapasztalom, hogy a családi vállalkozásban én magam is fejlődni tudok, ugyan én nem ezen a területen dolgozom, de valamennyien gyarapodunk. Azt gondolom, hogy ez a családokban meglévő kohéziót is nagy mértékben segíti, amikor értő módon meghallgatva egymást, az együttműködésre alapozva tudjuk a családi vállalkozásokat segíteni. Most a mai napon egy olyan záró eseményen vagyunk, amelyen ugye arról tudunk számot adni, hogy szakmai segítség által hogyan tudjuk segíteni a vállalkozásokban a generációk közötti átmenetet, hogyan tudjuk ezt leegyszerűsíteni, és hogyan tudjuk az ebből származó tapasztalatokat a következő generációnak is átadni. Azt gondolom, hogy vajdasági magyarok mindig élen járnak, példát mutatnak a többi régió számára is. A múlt hét előtti héten járhattunk Erdélyben, ahol a nagyvállalkozói mentorprogram zárásán vehettünk részt, és bízom benne, hogy a generációváltást erősegítő tréningprogram is jó mintául szolgálhat majd a többi régió számára is. Szeretném megköszönni a szakmai együttműködő partnereknek és a sok hasznos tanácsot, a tréninget, a vállalkozásoknak pedig azt kívánom, hogy minél több vajdasági magyar embernek tudjanak munkát adni, a generációváltáshoz pedig sok türelmet, megértést és a Jóisten áldását kívánom. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen! Felkérem Pásztor István elnök urat, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, hogy ossza meg velünk gondolatait.
Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Örülök a mai napnak, lehet, hogy nem látszik rajtam. Ha nem látszik rajtam, akkor ez a tikkadtságnak tudható be. Mert a mai nap örömteliségéhez nem csak ez a rendezvény járul hozzá, hanem az, amiről főosztályvezető asszony is beszélt, a ma déltől idáig terjedő 7 elemből álló 3 önkormányzati területet fölölelő program, ahol ennek a mostani rendezvénynek, a mi rendezvényünknek a mottója folyamatosan mindenhol nyomon követhető volt. A motto pedig nem más, mint az egyszerű mondat, hogyha nincs előttem az utódom, akkor nincsen jövőm. Ahhoz, hogy jövőm legyen, ahhoz előttem vagy mellettem, de velem együtt kell, hogy legyen az utódom. És ezt láttuk ma egész nap. Különböző helyekben, különböző helyszíneken, de mindenhonnan ez köszönt vissza, hogy az idősekkel ott vannak a fiatalabbak, és velük együtt ott vannak a gyerekek. A programokban benne vannak az idősebbek, a tapasztalt érettkorúak és az egész fiatalok. Az idősek és a fiatalabbak megfogalmazzák azokat a célkitűzéseket, amiket a mögöttük jövő generáció miatt tesznek, rájuk számítva. Iskolákat építünk, vagy újítunk föl, arról beszéltünk ma, hogy iskolákat újítsunk föl, ahol ebben a pillanatban 110 gyerek van, de abban hiszünk, hogy mindaz, ami többek között a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően az elmúlt években megvalósult, és amit létre kívánunk hozni, az értelmet ad annak, hogy a fiatalok itt legyenek, hogy visszajöjjenek, és hogy a gyerekek száma abban az iskolában, amit föl fogunk újítani, visszaállítva például ebben az esetben a több mint 100 évvel ezelőtti fényét, annak van értelme. Ezért örömteli az én számomra a nap. Többek között ezért. És azért is, mert ugyanennek a mottónak a bizonyításaként azt tudtuk magunknak és mindenki számára egyértelművé tenni, hogy a vajdasági magyar közösség egy életerős közösség. Mert hogyha az embernek előtte vagy mellette van az utódja, akkor az annak a bizonyítéka, hogy életerősek vagyunk közösen. És az elmúlt évek a Prosperitáti története pontosan ezt bizonyítja. Hogy lehet, hogy érzelemtől fűtötten hajlamosak vagyunk elsiratni saját magunkat, hajlamosak vagyunk arra, hogy a múltba révedve azt szebbnek lássuk, mint amilyen a jelen és az előttünk levő jövő. Ez lehet, hogy emberi is, de ettől függetlenül létre tudunk hozni egy olyan keretet, ami magába hordozza a megújulásnak és a jövő építésnek az esélyét és lehetőségét. Szeretnék köszönetet mondani én is, mindig megteszem, és ameddig bármilyen rendezvényen erről beszélni tudok, újra és újra meg fogom tenni, szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, szeretnék köszönetet mondani a külügyminisztériumnak, külgazdasági minisztériumnak, a nemzetpolitikai államtitkárságnak, és szeretnék köszönetet mondani személy szerint Juditnak is, szeretnék köszönetet mondani Virágnak is, és szeretnék köszönetet mondani Eszternek is, úgyis, mint főkonzulnak, de úgyis, mint ennek a program elindításának az egyik nagyon meghatározó egyéniségének. Részben azért az anyagi támogatásért, amit kaptunk. Amit ha nem kaptunk volna meg, akkor ma a
vajdasági vállalkozói, közösségi, szociális lét teljesen más volna. Nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen volna. Jobb, hogy nem tudjuk elképzelni. De az, amit közösen megvalósítottunk, az azt gondolom, hogy azt igazolja vissza, amiről az előbb beszéltem, és ami arról szólt, hogy igenis képesek vagyunk megteremteni a megújulásnak a kereteit. A megújulásnak a kereteit segítette elő a magyar kormány támogatása, a megújulásnak a kereteit erősítette meg az az anyagi támogatás, amit folyamatosan kaptunk, és a megújuláshoz hihetetlenül fontos volt a fogadókészség, az a fogadókészség, ami a mi embereinkben van benne. Gyakran el szoktuk siratni saját magunkat, de az az igazság, hogy olyan népen, mint amilyen nekünk van, senkinek nincsen. Törekvő, szorgalmas, komoly, megbízható, minden összes gyarlóságát is beleszámítva egy hihetetlen népünk van. És ez az, ami értelmet ad mindannak, amit csinálunk. Külön büszkeséggel tölt engem el az, hogy úgy tudtuk a Prosperitáti programjait, annak a palettáját kiszélesíteni, hogy nem csak az anyagi jellegű támogatásokat vittük bele, hanem a szellemit. És a szellemi támogatásnak a beépítése azért fontos, mert annak egy jelentős része nem pénzkérdése, hanem tudáskérdése, szervezettség kérdése, egymásba kapaszkodási szándék kérdése, partnerségépítés kérdése, komolyság kérdése, az, amit látunk. És ennek köszönve sikeresen el tudtunk indítani, és meg tudtunk valósítani több startup programot, ahol csak akkor kapott a startup pályázó támogatást, ha a képzésen végigment, és a mi embereink képezték őket. A mi embereink voltak azok, akik fölkészítették őket arra, hogy üzleti tervet írjanak, amihez utána a támogatást megkapták. Meggyőződésem szerint ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezeknek a startup vállalkozásoknak az élettartama, illetve a talpon maradási esélye meghaladja azt a talpon maradási százalékot, ami általában a startupokra jellemző. Külön fontos az én számomra az a képzés, amit elektronikus úton mindenki számára telefonon hozzáférhető módon megvalósítottunk a mezőgazdaság különböző területein, illetve az általános vállalkozói szférában. Szeretnék ezekért is, meg az összes többi programért a Prosciencia Naturae-nak, a Lengyel Lacinak, illetve a Saroltának külön személy szerint köszönetet mondani. Hosszú utat tettünk meg, de érdemes volt, Laci. Érdemes volt egymásba bízni, és érdemes volt újra indítani egy történetet és építeni. Azt gondolom, az eredmények visszaigazolták az én számomra mindenféleképpen. És ezért volt érdemes szerintem a mentorprogramot is elindítani, mert növelte a közösségen belüli kohéziót, hogy az erősek alányultak azoknak, akikben esély van, és akikről úgy gondolták, hogy érdemes őket támogatni. Ezek mind olyan elemei a gazdaságpolitikai építkezésnek, amikkel mi nem csak önmagunkat fejlesztettük, hanem hozzájárultunk a nemzetpolitika eszköztárához. Kevés olyan nemzetpolitikai program van a vállalkozás fejlesztés szférájában, amit mi valakitől átvettünk. De jóformán nincsen egy se, amit mi megcsináltunk, és mások nem próbálták implementálni saját maguknál. Ez nem a beképzeltségnek a mondata, hanem ez a valóság. Azt gondolom, hogy erre igenis büszkék kell, hogy legyünk. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy ezt a programot is sikerre vigyük. Egészen biztos, hogy nem mondhatjuk ezt az elképzelést, vagy ezt a programot se a mai nappal befejezetnek.
mert nagyon sok olyan vállalkozás van, amelyik abban a helyzetben van, hogy keresi a vállalkozás tulajdonosa és vezetője azt az utat, amivel az utódját behozza maga mellé, hogy a vállalkozásának a folyamatosságát biztosítani tudja. De mindenféleképpen fontos, hogy ezt maguk sikerrel csinálták végig, hogy ezt sikerrel tették meg, hogy tapasztalatot szereztünk, hogy maguk tudják elmondani, hogy ez a maguk vállalkozása, maguk családja szempontjából miért fontos, mert szerintem ez a legjobb vonzerő, ez a legnagyobb meggyőző erő, amivel másokat is ebbe a programba be tudunk hívni, illetve ezt a programot meg tudjuk ismételni. Köszönetet szeretnék mondani, Bálint, neked is, meg a munkatársaidnak. Azt gondolom, hogy emberfeletti munka volt az, ami az elmúlt években jellemezte a Prosperitátinak a tevékenységét. Nem órákban, nem csak órákban, nem csak papírhegyekben, nem csak pályázatszámban, hanem elkötelezettségben. Ezt a munkát nem lehet munkaként csinálni. Ezt a munkát csak szolgálatként lehet csinálni, és ez volt benne a Prosperitátiba. El szeretnék a Prosperitáti Igazgatóbizottságának is a köszönetemet kifejezni. Isten éltesse magukat! Köszönjük szépen, elnök úr, szavait! A folytatásban a generációváltást támogató képzéssorozat eredményeit ismerhetik meg. Felkérem Pálos Ildikót, a tréning oktatóját, facilitátort, hogy mutassa be az elmúlt hetek munkáját. Üdvözlöm Önöket, kedves vendégek, és üdvözöllek titeket, a program résztvevőit, mi ugye már letegeződtünk a tréning során. Először én is szeretném megköszönni a cégünk, a Generációk Partnere Kft. Nevében a Prosperitát és a Proscientia alapítványoknak, hogy ismeretlenül is bizalmat szavaztak nekünk, hogy ennek a rendkívüli és úttörő programnak a szakmai megvalósítói lehessünk. Ugye most azért jöttünk össze, hogy ezt a hat alkalmas programsorozatot formálisan is lezárjuk, és nagyon jó, hogy mindenkinek most bekapcsolva van a kamerája, akarom mondani, hogy nagyon klassz, hogy személyesen is tudunk találkozni, mert azt remélem, hogy az online térben és a kiscsoportos workshopok során létrejött kapcsolatokat itt élőben is tovább tudjátok folytatni, ugyanis a visszajelzésetekből az jött ki, hogy tehát nagyon sokatok számára pont a kapcsolati tőkéje volt az egyik erőssége ennek a programsorozatnak, nyilván és nem remélhetőleg, hanem ugye a visszajelzéseitekből a szakmai részek mellett is. Hiszem, hogy 6 hét alatt nem lehet generációváltási folyamatot lezavarni. De azt is hiszem, hogy a 6 alkalom alatt nagyon sok szöget be tudtunk verni a fejekbe, így képletesen szólva, ugyanis ennek a programnak a fő célja az volt, hogy elkezdjetek gondolkodni magáról a témáról. Azért, hogy ne csak egyszer azt vegyétek észre, hogy így megtörténik veletek a generációváltás, és ki vagytok szolgáltatva egy olyan folyamatnak, ami talán így egyetértetek abban velem vagy velünk, hogy ez érzelmileg egy hullámvasút tud lenni, és az érzelmek nagyon könnyen felülírják az üzleti racionalizmust. Hanem, hogy kontroll alatt tudjátok tartani azt a folyamatot, ami az életeteknek, a családotoknak, a vállalkozásotoknak a része. És azáltal, hogy beneveztetek ebbe a programba, egy hatalmas lépést tettetek előre azon az úton, ami valóban tényleg így az életeteket meg fogja határozni. Úgyhogy én egy nagy gratulációt szeretnék felétek kifejezni, és nagy örömmel tölt el az, hogy ennyire tudatosan szeretnétek egy olyan folyamatnak a gazdái lenni, a gyeplőt fogni, ami tényleg egy életbe vágó folyamat. És ugye meglepett minket nagyon, és nyilván jól is esett az a hatalmas érdeklődés, ami a programot övezte. Úgyhogy azt remélem, hogy mindaz, amiről beszélgettünk, vagy hát beszéltem nektek, illetve ugye a kiscsoportos foglalkozásokban ti magatok is aktívan részt vettetek az ötletek megvalósításában, hogy ez a saját cégeteket
generációkon átívelően sikeres vállalkozássá fogják tenni, illetve hát, hogy meg fogja tartani ezen az úton. Ugye a projektzáró feladatot azért kaptátok, nem azért, hogy iskolai házi feladatok sűrűjét borítsuk rátok, hanem hogy ne csak passzívan befogadjatok egy előadás sorozatot, hanem hogy minél inkább le tudjátok földelni az ott kapott információkat a saját családotokra, a saját vállalkozásotokra, és mindaz, ami éppen a ti életciklusotokban a számotokra legfontosabb feladat, hogy azzal aktívan elkezdjetek foglalkozni. És ezért kértük a projektzáró feladatban azt, hogy a következő 4 hónapra lebontva írjátok le, hogy mivel fogtok ugye a sok-sok ismeretanyag közül konkrétan foglalkozni. Fontosnak tartom elmondani, hogy nem az a lényeg, hogy kívülről ki hogy ítéli meg a ti generációváltó utatokat, mert nincsen tökéletes generációváltás. Mindenkinek más a sikerkritériuma ebben a folyamatban. Hanem az a fontos, hogy ti, aki ezt az utat járjátok, ti a magatokénak érezzétek egyrészt, másrészt, hogy kontroll alatt tartsátok, és csak ti magatok tudjátok megítélni az utatokat, és ne is hagyjátok, hogy más minősítse azt. Úgyhogy most következik a beérkezett projektmunkák közül 3, amiben bepillantást nyerhetünk 3 családi vállalkozásnak a következő pár hónapot illető terveibe. De még előtte szeretném egy kicsit népszerűsíteni a programértékelő kérdőívünket. Nagyon sokan kitöltöttétek, amit nagyon szépen köszönünk. Teljesen névtelen a kérdőív, aki még nem találkozott vele, viszont nekünk nagyon sokat segít abban, hogy saját magunkról kapjunk egy visszajelzést, hogy tetszett a program, hogy éreztétek magatokat, illetve, hogy ugye úttörő módon ez egy első alkalom volt, és hogyha valaha lesz ennek a programnak egy ismétlése vagy folytatása, akkor ha vannak esetleg gyerekbetegségei, mert tartjuk fenn a lehetőséget, hogy mindenen lehet fejleszteni, akkor itt tudtok visszajelzést adni a folytatásra vonatkozólag. És nagyon nagy köszönet, akik már kitöltötték, és aki még előtt áll, előre is köszönöm, hogyha időt szántok rá. És akkor a 3 projektmunka közül most következzen elsőként a... Egy kis segítséget kérek szépen a... Segítünk, tehát az első vállalkozás, akit szeretnénk, hogy ide fáradjon és bemutassa magát, méghozzá a képzett utódot szólítjuk a Protechnika Ft-ből. Köszönöm szépen. Akkor sok szeretettel köszöntenék mindenkit a Protechnik és az Elektrománika Csábi vállalatok nevében. Csak egy bólogatást kérnék szépen, hogy látszódnak-e a képernyőn a prezentációk. Bonifát Noémi vagyok. Én pedig Kovács Ármin. És a családunk által megélt generációváltással kapcsolatban szeretném megosztani a tapasztalatainkat, illetve a terveinket. Ugye 2 gyerek, 2 generáció. Az Elektrománika Csábi nevű vállalkozást még anyaági nagyapám Csábi István alapította 1972-ben, tehát jövőre 50 éves jubileummal ünnepel a cégünk. Illetve a Protechnik Kft., melyet alapító tagja édesapám tudhat magáinak. Az Elektrománika Csábi az egy olyan benzines, elektromos szerszámgépeket szervízelő, javító műhely, mely villanymotorok tekercselésével is foglalkozik, a Protechnik pedig hasonló profillal, mindezek kereskedelmével szerszámgép kölcsönöztetőt működtet, illetve ugyanígy szerviz szolgáltatást nyújt több világhírű márkának. Családunkban az első generáció váltás az 2007-ben történt egy hirtelen családi tragédiával, mert hogy nagyapám hirtelenséggel elhunyt. Ekkor kényszerült ugye anyukám átvenni a céget 2007-ben. Ez egy olyan generációváltás volt, amire nem készültek fel se ők, hát mi meg főleg gyerekként még úgysem. Ekkor egy, hát úgymond krízis érte a vállalatot, mert nem volt meg az a folyamat, hogy miként fogják folytatni az elkövetkezendőkben a munkaköröket, hogy mint lesz, tehát egy kaotikus állapot volt. Ekkor apukám besegített nyilván a cég további vezetésében, és hát ugye itt vagyunk mi utódok, én jó magam már 2 éve, öcsém pedig tavaly óta részese a vállalatnak, és hát a generációváltást nem lehet időben elkezdeni, úgyhogy már gondoskodtunk a következőről is.
Teljes pompánkban így nézünk ki mi négyen, és akkor az eddigi tapasztalatainkat megosztaná velünk az öcsém. Átadom a szót. Tehát akkor láttuk be a változás és változtatás szükségességét, amikor egyre gyakoribbak lettek a félreértések és konfliktusok, nézeteltérések. Önanalízist végeztünk, beismertük a változás szükségességét, ez volt az első lépés a generációváltás folyamatában. Tehát nem dolgoztunk vállalati kontextusban együtt, más viszonyulást igénye, mint egy család. Ugye a családon belüli személyeskedést félre kell tenni, nyílt és őszinte kommunikációnak utat teremteni, ami csak az érzelmi és a kommunikációs gátok feloldásával lehetséges. Ez segítette, hogy elsajátítottuk az asszertív kommunikációs technikákat, melyeket igyekszünk alkalmazni probléma megoldás esetén, elkerülve a veszekedéseket. Egyébként ajánljuk mindenkinek figyelmébe ezt a technikát. Megalkottuk az egyes munkakörök pontos feladatleírásait, és meghatároztuk az információ áramlás útját, hogy ne adjunk egymásnak ellentétes utasításokat, vagy adott esetben ne keletkezzen konfliktus az információ hiány miatt. Utóbbi azért is fontos, mert míg az elődök két szóból értették egymást, most csapatként kell együttműködni. Meghatároztuk azokat a mutató számokat, melyek egyértelműen jelzik a vállalat működés hatékonyságát és eredményességét. Ilyen például a szervizbe beérkező gépek számának viszonyulása az évek alatt éves és hónapos szintekre bontva, valamint a kölcsönözhető szerszámgépekre növekvő igény. Tisztáznunk kellett, hogy egy-egy munkakörön belül, ha több ember látja el, mi a pontos feladata. Például ügyfélszolgálatos munkakörön belül Noémi felel a rendelések nyilvántartásba vezetéséért, édesanyám intézi a kompenzációs ügyeket, a javítás munkakörön belül pedig édesapám és én osztozunk. Akkor a két kép nem maradt, ami szimbolizálta volna. Amiben a képzés nagyon sokat segített, az, hogy felnyitotta a szemünket olyan problémákra, amikre eddig még nem gondoltunk, vagy amik még eddig nem ütköztek ki. Többek között, majd későbbiekben meg fogjuk említeni, ilyen például az életvégi tervezés, illetve a személyes célokat és az értékrendeket tisztáztuk. Dr. Titkos Csaba előadása nagyon sok olyan kérdést tett fel, amire először majd önmagunknak kell ugye megválaszolni, és ezután tudjuk csak vállalati szinten megvitatni őket. És voltak eltérések, nem csak azért, mert generációbeli különbségek vannak, már köztünk is voltak olyan különbségek értékrendekben, amiket másképp látunk, másképp szeretnénk a jövőben véghez vinni, viszont sikerült ezt a vállalat szempontjából egyesíteni és összehangolni annak érdekében, hogy maga a vállalati stratégia, a vállalati út az egy közös út legyen, amiért mindannyian dolgozunk. Ez magával vonzotta azt is, hogy a szervezeti struktúrát tisztáztuk, hiszen egy családi hierarchia nem feltétlenül lesz azonos a vállalatban a generáció után bekövetkezendő hierarchiával, illetve ugye meg kellett vitatni az időkérdéseket is, és ezt a képzés során tandembiciklinek neveztük, amiben mi most így együtt dolgozunk, mert jelenleg ugye közösen hajtjuk ezt a biciklit, nem volt egy hirtelen generációváltás, hanem most két éve velem együtt, egy éve az öcsémmel együtt, így közösen próbáljuk ezeket a vállalati kérdéseket megvitatni. És akkor egy pár szóban megosztozva majd elmondanák, hogy milyen feladatokat láttunk elő magunknak a jövőre nézve. Ugye a képzés rámutatott a kommunikáció rendszerességének fontosságára, melyet igyekszünk betartani, viszont figyelnünk kell rá, mert egy-egy elfoglaltabb időszakban hajlamosak vagyunk belefeledkezni a mókuskerékbe. A SWOT, vagyis a vállalati környezetelemzés során feltárt gyengeségeknek, amikre tudunk ráhatással lenni, mindenképpen javítani szeretnénk rajta. Többek között a hely szűkének problémáját is ugye egy új épülettel szeretnénk majd megoldani, de az összes pontot, amit mi magunknak feltártunk, szeretnénk ezt hát jobbak és jobbak lenni. És akkor az érzelmek menedzselése, amit Ildikó is mesélt. Hát igen, dr. Titkos Csaba előadása alatt olyan kérdések fogalmazódtak meg, amelyeket személyenként kell megválaszolnunk. Ezek után
ezek után lehetséges a családként való együttműködés, majd ezek után tudtunk közös döntéseket hozni. Az indulatokat, félelmeket és azok befolyásoló hatásait menedzselni kell, ugye? Ildikóik rengeteg olyan példát hoztak a képzés során, amikből tanulni tudtunk, és azt hiszem, hogy pókháló modellnek nevezték azt a struktúrát, amikor ugye a vállalati érték egy adott személybe központosul, és ugye, hogyha kivesszük a pókot a háló közepéről, akkor önmagában a szervezet nem sokat ér. Na most mi igyekszünk egy olyan szervezetet csinálni, ami akkor is ér valamit, hogyha az alapító vagy az előd onnan kikerül, hogy a vállalati érték ne csökkenjen ennek következtében. Ehhez az is hozzájárul, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat, hogy a személyfüggő feladatok ledelegálását, a speciális tudást, azt, amit az ember nem ad csak úgy ki akárkinek, ezt ugye át kell adni. És ez egy nagyon nagy falat lesz nekünk a jövőben, ez nem egy-két hónapos, főleg egy ilyen speciális működési területen, ahol évek alatt tanul bele az ember a szakmába, úgyhogy ez egy nagy falat lesz, ez talán a legnagyobb falatunk eddig a tervben. És akkor az életvégi tervezést. Igen, ahogyan a családunkban egyszer már megtörtént, egy hirtelen haláleset bármikor előfordulhat, ezért fontos tisztázni, hogy ha ne adj Isten, bekövetkezik egy ilyen helyzet, akkor mik lennének ugye a teendők. Fontos, hogy olyan szervezetet alakítsunk ki, amely az adott személy elhalálozása esetén is talpon marad. Tehát ez egy olyan dolog, amivel előbb-utóbb szembe kell nézni, és letisztázni a teendőket. És ez az egy dolog, amit még hát nem nagyon feszegetünk, mert reméljük, hogy még egy 30 évig ilyesmire nem lesz szükség nálunk. És akkor ezen szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő figyelmet, illetve a tapsot a két embernek, aki nélkül ez a prezentáció nem jöhetett volna létre, a szüleinknek. Köszönjük szépen! Köszönjük! Köszönjük szépen! A folytatásban pedig egy középvállalkozás képviselőjét, itt is nagybetűvel utódot szólítok, a Fórum Coop képviselőjét kérem, hogy tartsa meg a bemutatóját. Jó napot kívánok! Kátai Géza vagyok, és a Kátai Tanyáról fogok beszélni önöknek. Hát, hogy is kezdjem? Először is úgy kezdeném, hogy ez az egész program számomra nagyon hasznos volt, mivel így az első órán, amikor így elkezdődött az egész, így apukámmal egymásra néztünk, hogy hát ez már megtörtént velünk, és így sokszor mosolyogva éltük át ezeket a perceket, hogy egy csomó dolog már megtörtént velünk, de egy kicsit úgymond félve, hogy láttuk, hogy mik azok a dolgok, amik még nem történtek meg velünk, és erre fel kell készülnünk. Úgyhogy az egész vállalkozás úgy kezdődött, hogy szüleim alapították, és elkezdtek a Kátai Tanyát, 95-ben kezdték el építeni. Akkor még szerintem ők sem tudják, hogy mire vállalkoztak, de szerencsére ők az elődök és az utódok, van két nővérem, szerencsére rajtam kívül, és ők pedig előbb belecsöppentek az egészbe, mint én, de aztán, amikor befejeztem az középiskolás évemet, én is csatlakoztam az egészhez. És a Kátai Tanya 95 óta működik. Jelenleg, vagyis az kezdetik sátortáborból indult, és fokozatosan fejlődtünk, ahogyan a vendégek igényeihez, amit igényeltek a vendégek, és így eljutottunk már, hogy 120 főt tudunk elszállásolni. A többféle jelenlegi tevékenységünk egynapos kirándulások, nyári táborok, ünnepi ebédek, vacsorák, rendezvények szervezése. A egynapos kirándulások alatt a hozzánk térő diákok kipróbálhatják a játszótereinket, trambulinokat, különböző hintákat, csúszdákat, megtekinthetik a gazdasági udvarunkban lévő állatokat, és természetesen lovagolhatnak és kocsikázhatnak is a tanyán, haladó lovaglósok pedig tereplovaglásra mehetnek.
nyári táborokat is szervezünk, jelenleg is zajlik, jelenleg egy újvidéki csoportunk tart angol tábort, a jövő héten pedig mi fogunk tartani egy kalandtábort, de vannak még inkább friss élményeink, mivel a múlt héten volt a 18. Vajdasági Szabadegyetem, ami szerintem nagyon-nagyon jól múlt el, és nagyon sok jó előadás volt, konferencia, tréningek és csoportjátékok, és persze reggelig tartó bulik, ez egy kicsit így észrevető a gyengébb prezentációmon, de vasárnap véget ért, úgyhogy újra itt vagyunk. Ez volt a Szabad Egyetem. Ünnepi ebédek, rendezvényeket is szervezünk, koncerteket. A faluban van egy vendégházunk, ahol ugyanígy eseményeket szoktunk tartani, szállást. Egy pékmúzeumunk is van a faluban. Itt, mivel nagyszüleim pékek voltak, hát ez a generációváltás, mi a turizmusra mentünk rá, mert úgy mondta apukám, hogy neki mondta az apukája, hogy csak pék ne legyél, úgyhogy, de ő ezt nem mondta nekem, hogy a turizmusban ne legyek benne, úgyhogy ez már csak is pozitívum lehet. És a pékmúzeum, ez egy régen, hogy pékek voltak, így visszaállítottuk a pékmúzeumunkat az eredeti formájára, és itt a vendégek meg tudják tekinteni, hogy is dolgoztak régen a pékek, hogy milyen nehéz volt az életük, és ugyanitt az ide térő vendégeink tudnak kürtös kalácsot is sütni. Van egy mesterségek háza, ahol apukámnak a régiségi gyűjteményeit raktározzuk, és itt is természetesen a vendégek meg tudják nézni. És a jövő, amire igazából szerintem felkészített ez a 6 hét, hogy hát az új generációnak, a next gennek, vagyis az utódnak, hogy mit is kellene csinálnunk, és hát igen, itt vannak azok, hogy a döntés, hogy döntenünk kell, hogy most hogy akarjuk ezt csinálni, vagy nem, hogy mi is lesz a következő feladat, a feladatok kiosztása is. Szerintem nagyon-nagyon jókor jött ez a 6 hetes tanfolyam, és nagyon-nagyon örültünk, hogy részt vettünk rajta, hogy egyszerűen annyi tudás így 6 hét alatt ránk borult, hogy már most is a következő dolgokat, hogy például most egy építkezésbe kezdtünk, és teljesen lássuk már előre a hibákat, amik jöhetnek, de megpróbáljuk most így valahogy, amiből tanultunk, hogy ki tudjuk küszöbölni, és szerintem ez így jó lesz, és nagyon örülök, hogy részt vettem a tanfolyamon. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és következzen a nagyvállalkozás. Az Aretol Kft. Utódját kérem, hogy mutatkozzanak be. Szép napot kívánok mindenkinek. Nagy István vagyok. Remélem, hogy látszik, hogy az utód. Egy pár szót az alapítóról, édesapámról, aki 96-ban alapította meg a céget, második cégét. Hát mára hatalmas vállalattá nőttünk ki, 250 foglalkoztatottunk van, több mint 20 ezer tonna fagyasztott zöldséget szállítunk ki, főleg Európába, Oroszországba. Mondhatjuk azt, hogy Szerbiában a legnagyobbak vagyunk. Én Pesten végeztem a Corvinus Egyetemet, ott is kezdtem el dolgozni. Nem akartam rögtön az egyetemről a családi vállalkozásba belekerülni, bizonyítani akartam magamnak, úgyhogy kipróbáltam magam, dolgoztam a Tesco-nál, Unilever-nél, banki kereskedelmi részlegbe is, majd 2008-as, 2009-es válság, amikor bekövetkezett, akkor a családi vállalkozásunk is elég nehéz helyzetbe került, és akkor nem titkoltan édesapám, illetve a család többi lobby hatására hazakerültünk párommal. Elkezdtünk, mint
külkereskedelmi referensként dolgozni. Mára a kiviteli osztályt vezetem, remélem jól. A céghez gyorsan egy szót analízis. A fő erősségeink a rugalmasság. Itt a rugalmasságot úgy értem, mint feldolgozási terén is, mivel hogy 7 lokációnk van, ezért hát, ha történik valami, és általában mindig történik valami, akkor a nyersanyagot rögtön át tudjuk irányítani egy másik gyárba, és feldolgozni. Ugyanakkor, mivel a közel vannak a gyárak a földekhez, ezért a logisztikai költségeink is sokkal kisebbek a konkurenciához képest. Az eladás szempontjából pedig az, hogy a vevők nagyon szeretik, hogy nagyon sok fajta termékeink vannak, nagyon rugalmasan kezeljük a rendeléseiket, sűrűn módosítanak, a vevők nagyon szeretnek módosítani a rendeléseken, ezért ezt is rugalmasan kezeljük a módosítását is. Ami itt előny, ugyanakkor nagy hátrány is, mert 7 telephely, ezért 7-szer annyi munkás kell, 7-szer annyit kell ellenőrizni, hatalmas munka ez. Nagyon sok mester hiányzik, ami most általános, és gondolom a jövőben még nagyobb probléma lesz. Ez megoldható, de egyre nehezebb. A lehetőségként látom azt, mivel mi nagyon sokat kereskedünk a belga-holland cégekkel, ők a legnagyobbak, hozzájuk képest mi törpék vagyunk, de nagyon sokat kereskedünk velük, és nagyon sokat be is hozunk, vásárolunk tőlük. Ezért látjuk, hogy melyik azok a termékek, amik ezeken a mi területünkön népszerűek, és látom, hogy egyes termékeket meg tudnánk itt is termelni, és sikeresek lennénk az eladásban is. Ezért itt látom a lehetőséget, hogy az elkövetkező pár évben 3-4 új terméket be lehetne vezetni itt a piacon. Félelemnél, ugye Sándor a cégét, mint a legbecsesebb gyerekét kezeli. Minden megtermelt hasznot visszaforgat, mondjuk jól csinálja, az eredményekből látszik. Jó üzleti érzéke van, és ugye így nőttük meg 7 telephelyre. De ugye, mivel visszaforgat minden profitot, ezért én úgy érzem személy szerint, hogy nincs esetleg egy olyan tartalék, ami, ha jönne egy újabb válság, nem a koronára gondolom, hanem egy ilyen általános gazdasági válság, az nagyon megnehezíteni a cég működtetését. Igen, jelenlegi állapotunk, hát mivel nagyon dinamikusan fejlődött az elmúlt 10 évben a cég, ránk nőttek a feladatok. Nagyon sok olyan feladat van, ami már igényelne több menedzseri pozíciót, de ahogy nőtt a cég, dinamikusan nem is volt időnk ezzel foglalkozni. Egyszerűen ránk nőttek. Ez úgy mutatkozik, hogy a Sándor szervezi meg a termelőkkel a termeltetést, illetve a gyárak felkészítését a feldolgozásra. Én pedig vezettem az egész kiviteli szektort, a logisztikától kezdve a tárgyalásokig, a kiállításokig, ami nem kis munka egyik sem. Az előadás nagyon hasznos volt, és itt szeretném megköszönni Ildikónak is, és a mindenkinek, aki lehetővé tette ezt az előadást. Azért, mert rájöttünk, hogy megrekedtünk ebbe a pozícióba, hogy én vezettem a kiviteli osztályt, ő vezeti a termeltetést, és elkezdtünk gondolkozni, hogy akkor ezen most mit változtassunk, hogy tovább tudjunk lépni. Itt rögtön rájöttünk, hogy a generációváltás folyamatában rögtön kell egy vállalati struktúraváltoztatást is elvégeznünk. Egy 4-5 menedzsert kellene legalább felvenni, akik levennék a
nagy terhet a vállunkról, sok ellenőrzést. Ez azt is bizonyítja, hogy azt hiszem Sándor már egy 4 éve nem volt sehol se tengeren, vagy körülbelül így. Úgyhogy elkezdtünk ezen gondolkozni. Első lépésként én beköltöztem Sándorhoz. Tiltakozott, de nem adtam magam, úgyhogy most már ott ülök, és hallgatom minden nap, hogy hogyan tárgyal a termelőkkel, akikkel megtermeltetjük a nyersanyagot, illetve hogy hogyan kell tárgyalnunk a mesterekkel, akik fel kell, hogy készítsék a gyárat a feldolgozásra. Itt Sándor nagyon ragaszkodott, hogy berakjam ezt az ő idézetét, ezzel is, hogy megcáfoljam azt, hogy én nem vagyok toleráns, beraktam. Szóval ő úgy gondolja, hogy jobb esetleg megtűrni hosszú távon olyan munkásokat, akikről látjuk, hogy nem nagyon törekednek, nincs sok hasznunk belőle, mert hogy nehéz találni. Én inkább úgy vagyok vele, hogy jobb dolgozni, keresni, és hiszek abba, hogy lehet találni jó szakembert, mai napokban is. Ez kiderül, de tény és való, hogy új menedzsereket kell felvennünk ekkora cégnél. További tervünk, hogy ugye most augusztusban rögtön csinálunk egy ilyen vállalati struktúra tervet. Ezt én úgy képzeltem el, hogy most azt mondom Sándornak, hogy rajzolja le, hogy hogyan képzeli el ő, illetve hogyan látja most a vállalati felépítést, illetve én lerajzolom. Nekem könnyű dolgom lesz, mert ugye említettük a pókhálós dolgot. Utána külön-külön lerajzoljuk, hogy hogyan képzeljük el, hogy hogyan kellene, hogy kinézzen ez a vállalati struktúra, és amikor összehasonlítjuk, akkor fogjuk látni a közös pontokat, ahova rögtön fel kell venni valakit. Úgyhogy ez lesz a következő lépés, és remélem, hogy már szeptemberben ki tudjuk írni a pályázatot, és már elkezdhetjük az interjúztatásokat. Októberben, ugye, ahogy befejeződik a feldolgozás, rögtön kezdjük az új tárgyalásokat a termelőkkel, ami október. Októberben pedig már én szeretném vezetni az egy részét, vagy az egészét a termelőkkel való tárgyalást. Illetve mivel hárman vagyunk testvérek, ketten nem vesznek részt a cégben, a cég működtetésében, ugyanakkor direkt-indirekt módon élvezik a javait, ezért javasoltam Sándornak, hogy egy ilyen családi alkotmányt fektessünk le. Bárkinek bármi kérdése van, felteheti nekem vagy Sándornak. Szép napot kívánok, köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a bemutatkozásokat. A folytatásban felkérem Hajnal Virágot, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezető asszonyát, hogy összegezze a programot. Tisztelt elnök úr, főkonzulasszony, ügyvezető úr, kedves családi vállalkozók, vállalkozások, vállalkozásvezetők, amit itt most hallottunk, az igazából arról szólt a kendőzetlen őszintességről. Arról, hogy a családban a két generáció egymással őszintén mer beszélni arról, hogy mi lesz akkor, hogyha a generációváltásra kerül sor. A kendőzetlen őszinteség talán az egyik ilyen kulcspontja vagy sajátossága itt a vajdasági programoknak minden esetben, hogy mindig akikkel együtt dolgozunk,
akár a vállalkozók szempontjából, bármelyik közösség szempontjából, mindig van egy őszinte helyzetkép, helyzetfeltárás, és mindig megvan, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyekkel lehetne élni, látja azt maga az a közösség, és látja azt is, hogy mi az, amin szeretne változtatni, ugyanúgy, ahogy itt így ebben is láttuk. Igazából a családi vállalkozások esetében ugyanazok a dolgok vagy jellegzetességek érhetők tetten, amiért igazából dolgozunk a nemzetpolitikában is, tehát az, hogy mik azok tehát egy családi vállalkozásban is az értékrend közös, az, hogy az a vállalat fejlődjön, amiért itt a nemzetpolitikában is dolgozunk, hogy a nemzet közösségei fejlődjenek, és azok a tagok, akik benne vannak, átörökítődjenek azok az értékek, és az, ami nekünk azt jelenti, hogy mi magyarok vagyunk, és ahol a szülőföldünkön vagyunk, hogy mi kik vagyunk, azt hogyan tudjuk átörökíteni a következő generáció számára. Ezek esetében mindig meghatározóak a jelentős életesemények. Azok, ahogy arra gondolunk, és nagyon megható volt itt az előadások során, amiről mondjuk a szüleink, vagy a nagyszüleink, amikor meséltek, azokat fölidézzük. Vagy az, hogy minket mennyire meghatároz, ez nagyon fontos, hogy ezt mindig végig gondoljuk, hogy mi kik vagyunk, az, hogy láttuk azt, hogy a mi nagyapánk mivel foglalkozott, vagy a mi édesapánk mivel foglalkozott. Hiszen az válik igazán, akkor válik önazonossá, akkor tudunk önmagunk lenni, hogyha látjuk önmagunkban azt, hogy mi mit fordítunk be a gyerekkorunk emlékeiből, vagy az életútjukból kiragadott részletekből, mi mit viszünk tovább. Világ, most mondhatunk ilyen nagyon nagy általánosságot, egy ilyen nagy dolgot, hogy a világ tele van lehetőségekkel. Nyilván tele van lehetőséggel, de azt is látjuk, hogy itt a szülőföldön vannak olyan lehetőségek, és a vajdasági magyarságra ez különösen igaz, hogy a meglátott lehetőségeknek a felhasználása nem csak meglátja ez a közösség a lehetőséget, hanem tud ezekkel a lehetőségekkel is élni. És mik azok, amitől, hogyha élünk ezekkel a lehetőségekkel, és ahogy éljük az életünket, és itt kapcsolódnék vissza ahhoz, hogy amit mi a jelentős életeseményeink, a családunkhoz való ragaszkodásunkkal, amit mi átélünk, azok a lehetőségek, most mondjuk itt a családi vállalkozások esetében például, az a lehetőség, hogy most itt a generáció, a fiatalabb generáció folytathatja közösen az idősebb generációval, közösen viheti a céget. Ugyanúgy benne van az is, hogy az otthonosság érzése, az önazonosság érzése, ami a ragaszkodásból fakad. Tehát egy olyan lehetőség, ami nem csak egy megragadott lehetőség, hanem hosszú távon tud lehetőség lenni, és hosszú távon tud a sajátunk lenni, és hosszú távon tud ahhoz kapcsolódni, akik mi valójában vagyunk, ahol mi fölnőttünk, akik a nagyszüleink, a szüleik, amit ők tettek, amit tőlük tanultunk, hogy azt szerint éljünk. Igazából ezért volt csodálatos ezt hallgatni, és nagyon örülök, hogy ezt itt végighallgathattam, és tényleg szívből gratulálok szervezőknek is, valamennyi résztvevőnek, és Isten áldását, sok sikert kívánok a munkájukhoz, minden jót kívánok. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. És következzen Lengyel László, a Prosciencia Naturi Alapítvány ügyvezetője. Megkérem, hogy ossza meg velünk a következtetéseket és a jövőbe mutató lehetőségeket. Tisztelt főosztályvezető asszony, osztályvezető asszony, tisztelt főkonzul asszony, elnök urak, igazgató urak, igazgatóbizottság és kedves érintett vállalkozók, kedves előadónő, kedves média. Ez egy tipikus példája annak, amikor az érzelem és az értelem tökéletes összhangba kell, hogy működjön. Van az életnek néhány ilyen fázisa. Ez is ilyen. Mi hallhattuk ma akár az előttünk szóló bevezető, köszöntő beszédekben, akár a felszólaló vállalkozókban, hogy mekkora érzelmi töltettel beszéltek ezekről a dolgokról, hiszen mindenki magáénak érzi ezt a problématikát. Mindenki úgy érezte, hogy,
hogy ez rólunk szól, ez nekünk szól. És amikor Bálinttal mi elkezdtük összerakni ezt a programot, mi is úgy éreztük, hogy ennek akkora palettája van, annyiféleképpen meg lehet ezt a problematikát közelíteni, hogy igazából nem is tudjuk, hogy csináljuk. És kitűztük a célt, hogy generációváltással fogunk foglalkozni, és csinálunk erre egy programot. És akkor csatlakozott hozzánk ugye egy zseniális, kreatív, eszű kollégánk, a Huszti Balázs, aki most sajnos nincs itt, de itt távolból is nagyon üdvözöljük. És gyakorlatilag ő találta meg a partnereket, ő rakta össze az egésznek a gerincét. És miért fontos? Aztán jöttünk mink rá, hogy miért is fontos ez. Azért gondoljunk bele, hogy ez most, ahogy hallottunk, minden családi, kis-nagyobb vállalkozásnak életbe vágóan fontos, hogy megmaradjon. De nem csak ezeknek a vállalkozásoknak fontos, hát a mi gyerekeinknek is fontos. Őnekik is célt kell adni, hogy mit tanuljanak, hova tanuljanak. Itthon is vannak jó példák. Van, ahova ő el tud helyezkedni, vannak perspektívák, vannak biztos pontok az életben. Tehát ezeket kellett, hogy ez a program felszínre hozza. Ezeknek a témáknak a fontosságát kellett, hogy ez a program felszínre hozza. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez támogatásra talált, hogy ez megértésre talált, mert úgy, mint nagyon sok előző programunk, ez is egy elképzelésből, egy álomból, egy vízióból indult. És most adtuk hozzá a módszertant, ez volt az első nekifutás, és ahogy hallom, sokaknak pozitív és használható tudást, tapasztalatot adott. Erről a módszertanról szeretnék egyébként csak még egy pár szót szólni. Hogyan is valósult meg ez a képzés? Elkezdődött egy személyes találkozással egy nagy vihar közepette ott nálunk Zentán az Innovációs Iroda udvarában, és később a találkozások virtuális térben egy oktatási intézményeknek kifejlesztett Cisco WebEx platformon keresztül valósult meg. És el kell mondani, hogy ezt a plenáris, majd a plenárisból kis csoportos foglalkozások, majd vissza a plenáris térbe, megvitatás, egymásnak való bemutatás, az adatbázis rögzítése, tudástér kialakítása, tehát ezt a rendszert mi is először csináltuk. És működött, és olyan jól működött, és olyan visszacsatolást kaptunk a vállalkozóktól, hogy mennyire jó volt, hogy ezt munka mellett, munka után, délutáni órákban mindenki otthonról meg tudta hallgatni. Nagyon jó pofa volt, hogy volt, ahol az előd meg az utód egy kameratérben ott ültek és nézték végig az egész előadást. Máshol külön-külön szereplőként. És akkor mi is elgondoltuk, hogy igen, valószínű, hogy ez az a módszertan, amikor a személyes találkozás, a személyes csapatépítés, ismerkedés, barátkozás és a digitális térben történő, rögzíthető és távolságot, időt átívelő tudásátadás találkozásával, vegyítésével tudjuk kidolgozni azokat a jövőbeni oktatási módszertanokat, ami ennek a közösségnek vélhetően majd a jövőbeni programjait jelenti. Úgyhogy mi is tanultunk sokan, és ahhoz szeretnék köszönetet mondani, akár a támogatóknak, mint az igazgatóbizottságnak, az előadóknak és a résztvevőknek egyaránt, hogy ebben az innovatív kezdeményezésben, ebben az első és mindeddig egyedülálló programban mindenki pozitívan, megfelelő érzelmi és értelmi töltettel partnerként vett részt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen! A heteken át zajló munka teljesítményét több szempontból is figyelembe vették, ezek mentén kerülnek most átadásra kategóriánként a díjak.
Elsőként szeretnénk átadni a díjat a legaktívabb családoknak. Ők a Kovács család és a Pletikoszics család. Kérem őket, hogy egymás után fáradjanak ide, és vegyék át az elismeréseket, amelyet Nagy Imre, a Prosperitáti Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke, Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, és Lengyel László, a Prosciencia Naturae Alapítvány ügyvezetője adnak át. Kérnénk a Kovács család résztvevőit, hogy fáradjanak ide. És várjuk a Pletikoszics családot. A szakmai program során azt is értékelték, hogy ki a legelkötelezettebb előd és utód. Ennek a díjnak a nyertese idősebb és ifjabb Kátai Géza, valamint Nagy Sándor és István. Kérem őket is, hogy vegyék át a díjat. A program során az is kiderült, hogy ki a legaktívabb jövőépítő, ő pedig nem más, mint Bonifert Noémi. Kérem, hogy fáradjon ide és vegye át a díjat. Végül, de nem utolsó sorban pedig fény derül a legelkötelezettebb generációváltókra. Ők Dukai Gábor, István és Balázs, akik rendezvényünkön sajnos nem tudtak megjelenni, de a díjat eljuttatjuk számukra, és gratulálunk. A díjazottak mellett természetesen mindenkinek köszönjük szépen a részvételt a programban, és további sikereket kívánunk. A rendezvényünk végén a programban való részvételről a szervezők mindenkinek oklevelet adnak át. Kérjük az elődöket és az utódokat, hogy a diplomák kiosztásáig még maradjanak a helyükön. Még egyszer gratulálunk mindenkinek. Műsorunk végén pedig köszönjük vendégeinknek, hogy ma itt vannak és velünk ünnepelnek.